bemutatkozom, Fecskó Judit vagyok, és azonnal átadom a szót Keceli Gabriellának és Kemény Jánosnak, akik szintén ismerték néhányunkkal együtt Horváth Hojcs Editet, és úgy gondolom, hogy kizárólag egy költőt úgy lehet megismerni, ha a műveit halljuk. Tehát ők most szabad választásban bő fél óráig Horváth Hojcs Edit verseket mondanak, olvasnak el rajta. Ászpoéték, a Gabi szerkesztette az előlet, azért voltam az egy kicsit pennástalan, mert ami az elején van, az a végére fog kerülni, de azért minden előbb-utóbb napvilágot lát. Ászpoéték, szép, hogyha cseng-bong csilingel a vers, az érdeme is, joga is, hogy tessék. De ha csak csillagokról énekelsz, nem egyéb az, mint csillogó üresség. Szép, ha a próza, mint színes fonál, gyöngyszavakat fűz tetszetősen össze. Ha rossz a sodra, elszakad a szál, pereg a gyöngy, már nincs mi összefűzze. A titok. Van egy titkom, most néked mondom el. Ám arra kérlek, hét pecsét alatt, ne tartsd magadban, verseld, énekeld, mondd el annak, ki utadba akar, és ha nagyon hall, úgy harsog fülébe, szívével értse. Aki örül egy szál szerény virágnak, aki barátja egyszerű csodáknak, aki még érti, mit üzen a rét, s milyen titok van fűben, vízben, fában, az megtalálta a bölcsek kövét. Nincs egyedül egy társadalom világban. Titkod tiéd. Én fánkom. Tessék. Titkod tiéd. Orcádon híre sincs redőnek. Nem csúfított erőt világ. Megőrizted arcod az ősznek. Oly tisztán, mint a hóvirág. Csodálom szemed, azt a kéket. Tekintetedből ki ne ejts. Megőrizted arcod a télnek, oly tisztán, mint a ne felejts. Leheletedben lelked érzem, friss, mint a koranyári szél. Megőrizted magad egészen. Jöhet a nyár, jöhet a tél. Engem hiéna évek martak, elrabolták szemem színét, elvittek mindent, mit akartak, szórták a szélbe szerteszét. Titkod tiéd, de titkod éget, éget, mert meg nem fejthetem, nem fejthetem meg, mégis kérlek, őrizd magad tovább, nekem. A marokszedő, Rút könyve. Rút, Dávid király dédanyja, elhagyja szülőföldjét anyósa kedvéért, amikor az elvesztvén fiait és férjét visszatér Betlehembe. Ott meg kell élniük valamiből, tehát kimegy anyósa rokonának, Boáznak földjére, felszedni az elhullott kalászokat. Később Boáz felesége lesz, és gyermeket szül neki, Obedet. Ennek fia Isai, Isai fia pedig Dávid. A tarlósz újra talpam, meg se érzem. Jártam puszták porában, s kőhegyen. Minden elhult kalászt meglát szemem, édes élettel telik a kötényem, s este Naomi házi tűzhelyén kövönsül már az őrölt friss lepény. Feltűztem hosszú dús hajam, s befettem, de tarkom s vállam tűzi déli nap. A Moab népe égő ég alatt születik, s hal meg, barnának születtem. A barna lánynak emlője is barna, akár kovászos szép kenyér. Az aratóknak sóvár szeme rajta, de vágyuk nékem nem kell, mit sem ér. Ha nem Boáz,
a nagy úr, szép öreg, Boháznak pillantását szeretem, bár viszonozni nem merem. Hogy is? Tudom, meglátott engemet, ó Naomi, csak téged, csak érted jöttem én sívó homokban, szittyos lápon át. Hányszor reszkedtünk gödörfenekén, s vadaktól félvén megmásztuk a fát. Veled akartam élni, jó anyám, idegen föld legyen bár én tanyám, a házat házam, népem nemzetet, és jó nekem, hogy itt vagyok, s veled. Ruth boldog itt, Naomi, mert szeret, de Boáz tekintete oly meleg. Kuporodjam lábához, mondtad, a szérinek bűvös a széna ágy. Hajlós szálain ott alszik Boáz, sátra alatt a nyári csillagoknak. Alszik Boáz, és mosolyog. Arcomba álma csillagot csókolt, s azt ündököl tovább. Az éjben aratók dalolnak, füvek egymás iránt hajolnak bűvölten, s zengenek az égi testek. A színhalmon harmatok rezegnek, könnyei félős édes szerelemnek, érett gyümölcs és frissen nyílt virág illata száll, és tücsköt ciripelnek, törékeny nóták, s szenderek Boáz. Mondtad, lábához kuporodjam. Én engedetlen, bíz fölé hajoltam, s fehér hajába hajam fürtjeit fontam, s lett, mint az éj, mint éj égbolt, sötét és ezüst, s testem megrázta furcsa kéj. Anyám, én nem felejtem el soha, voltam meghalt fiadnak asszonya, Ruth nem ledél, s nem hűtelen, de mit tegyek, ha Boázt szeretem? Testem, lelkem a szerelmére vágynak, ő elfogadna asszonyának, de Boáz öreg, jaj, öreg, hogy adnék néki gyermeket? Ruth, balva kislány, miért remegsz? Boáz szeret, és férfiként szeret, erős a törzs, termő az ág, gyümölcsöz tőle szép virág. És térül, fordul a világ, melegre fagy jön, üdvre kén, derűs az ég, vagy elborul, a halva szőtte baldahin a szerelemre ráborul, és gyümölcsöt terem a nászi ágy. Csillagok hullnak le az égről, háromszor tíz évszázada, de minden este Jahve új hegyéről felröppen Dávid csillaga. S mögötte, hol már fény nem is rezeg, Naomi, Ruth, s vén Boáz szendereg. Mindent akarok. Mindent akarok. Telhetetlen vénség, s amit akarok, nagyon akarom. Szomorkás őszi fényben ráérek még üldögélni egy szálkás kispadon, és szunyókálni félre billent fejjel, míg nyálam végig csorog államon, s bajlódni félre kettyenő szívemmel, fonnyadt almaként függni ágamon. Arcom, kitárom, verje csak verőfény, tűzze a tarkom, szúrja homlokom, nem árthat nekem sugár, a párját én, s forrását is magamban hordozom. Igazamat váltig és tűzzel védem, és nem köpülök szájamban vajat, lehet, túl érdes néha érvelésem, s nyersek a megkínlódott igazak. Köves burok szakad le így szívemről, és ereimről megrögzült rögök. Múlik a légszomj, belső légteremből a szennyező elillan, a réstütök, kik doktrinákkal állnak körülöttem, öklömmel köztük, mint falon. Reped a csontom, nem baj, ha csuklom töröttem csükk alá, s rajta nagy horzsolt sebek. Hangom nem hajlik többé lágy dalokra, fülem nem fog fel lírai zenét. Elégiákra úgy hiszem nem futja időmből, s a nekésre ütemét megszoktam, mert én mindent akarok. Mi másnak sok, az nekem nem elég. Sietve élek és sietve írok,
és nem csitul a belső sürgetés. Nem érdekelnek langyos kis szerelmek, csuporból nem iszom állott vizet. Ti nagy legek, jaj, ne kerüljetek meg! Minden lehet forró vagy jéghideg, csak langyos nem. Okos mértékre engem ti higgadt bölcsek, ne okítsatok. Az intelmekre nemmel kell felelnem, s ha szólok, muszáj meghallanotok. Talán azon a kettőzött spirálon már ott voltak a sorsbarót jegyek, ki tudja. Talán vízfény ifjúságon titokzatos reléken érkezett, s konkáv tükörben tömörült sugárba, mi hajdan szétszórt volt, s bizonytalan, s éles kontúrral írja a világra, hogy létezik, hogy még ereje van. Mint hogy halálból és feltámadásból vizsgáztam már, úgy adhatom magam, amint vagyok, s a magam vagyonából mindent hittel és maradéktalan. Becsúf! A tekintetes Erzsó asszony a tükörben néz, 55 éves bájaival és őszinteségi rohan fogja el. Szégyen! E régen formált kerek teljesség már deformált. Ó, mennyi gyász van a tényleges deformitásban, mekkora szemtelensége, kortól képzett, el nem képzelt képtelenség. Mintha repett tükörben néznéd szétesett arányait, résznek a részhez már köze sincs, hát az egészhez. Micsoda ellenszenves kép tekint vissza a fénylő síkról, elképett önmagára. Elönt a bíbor színpirulás, a látott saját formátlanságod, melyel szembesülsz napra nap, mert szemlesítve nem lehet tükörben nézni. Valami kontár ronthatta el a kontúrt. Segíts, szentséges foncsúr! Vont lágyobb általát, felszíned, s fátyolát a szemnek, mögületán a régi szépségből visszasejlik némi szerény darabka, s megtelik tisztasággal, mint vén bödön virággal, oda nem illőn, ám vigasztalón. Igazíts kérlek kicsit a valón. Messze kerülj! Egyszer szent vagyok, másszor léha. Vén szerzetes mélázgat néha bennem, s ábrándos szemű szűzek rózsaújukkal fűzért fűznek, máskor céda lejt bennem táncot, így kavalkádot még kilátott. Szerenáthoz egy hús pojáca, s felzúg az égnek harsonája, fortyognak artézi mélységek, s szelíd források zöngicsélnek. Ifjan koravén, vénen gyermek, ki szepek, hogyha eltekerget, aztán csak sunyít, sudba bújva, pultot támaszt egy rossz lebújba, s egy jó szóért hőstetre képes épít, s felrúgja az egészet. Szeret, szertelen szerelemmel, szégyent nem ismer, s gyötrelemmel és szemlesütve titkol vágyat, nehogy közönnyel megalázzad, kinyílik ma, bezárul másnap. Sebez! Sebet beköti menten, vagy elvérezni hagy kegyetlen. Királlyá kem fel része órán, majd egy sújtással lesodorván trónodról, vétvétket sorolja, a semmit rajtad megtorolva. Aztán sír, s megkövet ezerszer, s könyörög, s könyörtelen ejt el, könnyű zsákmányként, ha szeszélye úgy rendeli. S te mit sem értve, csak bámulsz, és csak menekülnél, s leránt e sodró éhes örvény. Jégmezőn, nyíló, forró katlan, jaj, kerülj messze, te gyanútlan, ládd, megfejteni én se tudtam magam, két tükörből néz rám arcom, másként. Kerülj messze furcsa körtől, hol minden percben látomásként feltűnt valami ismeretlen, szokatlan én,
majd tovarebben, átadva helyét újra másnak, fuss távol tőlem, és ne lássad, hogy elhagyatva miként sír fel bennem az ember és a némber. Fényzőm mögött. Fényzőm mögött. Megejtő volt a csend a késő délutánban. Anyám keze az ölében pihent. Néztem. Ó, ritka pillanat volt, tetten érnem tétlenül a kezet, mely varráson szaladt, tésztát gyúrt, vagy fakanalat fogott, kevert, kavart, pohos fazék fölött röppent serényen. Tengerhajára egy sugár esett, s megtelepült szálai között, mint lepke a levélen. Kis arcára rózsát csókolt a nyár, gyöngéden, hogy ne fájjon, meleg fuvallott, mintha szál, s végig simít az érzékeny virágon. Derengő fényben szendergett, és szép volt. Álom, mit szőrt képek nem zavarnak meg. Tűnődtem, mit gondol vajon az én kis édes hervatag virágon. Talán emlékkel bíbelődik, s anyját látja egy zsámolyon, amint az munkáján törődik, öreg éjfélkor igyekszik, s nagyon. Beszívtam kalács illatát, momon, mint aki szomjas éhes, és álmodik egy uzsonnát, mama alkotta mézes édes süteményen az asztalon. Ültünk egymással, asszonyok. Asszony sorssal ülünkben, csendben, szépen. Vígak, búsak, boldogok, boldogtalanok, de egyek örömben és szenvedésben. Fényzőm mögött. Megejtő volt a csend a késő délutánban. Anyám keze az ölében pihent. Néztem. S megláttam, amit nem szabad. Kezén a görcsös, táguló eret, szeme körül a bágyat árnyék alatt a sok-sok szarkalábat, s láttam, mi láthatatlan. A halál csontollával írt jelet, és rettegtem magamban. Ennyi lett volna, ami műsorunk. Akkor kezdjük. Fehér kerítésen fut már a borostyán, ásva hűvösében alszik a tarisznyán, fehér bingó pattal szembe néz a nappal, hunyorog a fényben, nevet a tavasszal. Terjed már a színes pazsarózsabokra, olyan, mint a hímes bogorugró szoknya, fejheit a bitkan, rábízza a szélre, magamat rábízom tavaszi reményre. Mocorog a hangja, nem gondol a télre, hanga fut a gondra, domború mellére. Gyönge violáról szól a világ ének, magamat kötöttem tavaszi reményhez. Köszönöm szépen! Mi köszönjük, hogy elmondhattuk ezeket. Nem menjetek túl messzire, mert még szükségem lesz ám rátok. Volt egy elég jó amatőr irodalmi kör, az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége, ami gazdaságok miatt feloszlott és tönkre ment. Ott kezdtek először ahhoz, hogy Horváth Hölgyság egy irodalmi művészeti díjat adjanak ki. Amikor ez a kör felszabadult, évekig a díjban hevert, és az amatőr világban volt némi feszültség, hogy ki az, aki ezt folytatja. És akkor én szó szerint megkerestem a jogörököst, akit évek óta ismertem, Babics Jenőnyét, de egy ilyen széles ágy föl, hogy azért, aki nem ismer, ismerjen meg a fürdőt. És elment
mentünk Újpesten a közjegyzőhöz, és ott írásra foglaltuk azt, hogy én Petko Judit vagyok, a Horváth Hadsereg Művészeti Díj egyedüli kiadója jelenleg ebben a hazában. Mindaddig, ameddig találok, kiadásra érdemes ember. Nagyon jó kuratórium állt össze, ami virtuális kuratórium valójában, mert megkérdezem a kuratórium tagjait, hogy mit szólnak a díjazottakhoz, és hogyha megfelelőnek találják, akkor megkeressük egymást, és így történik az oklevél aláírása. Baranyi Ferenc költőnk, Kodai László Csokonai díjas festőművész, Nick Ferenc a Falva Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Kultúra lovagrendjének a megalapítója. Kérlek, Ferenc, állj föl, ha véletlenül valaki nem ismer. Főszereplők hátul. Bajer Imre író, költő, PhD végzettség, irodalomtörténész, és Vihar Judit irodalomtörténész, japán szakos haiku költő. A dizájn színek kék és fehér, az oklevelet Darvas Judit, a plakettet Dombrádi István művésztársunk tervezi évek óta. Aki ismerte Editet, és akit megkerestünk a jogörökössel, Babis Jenőnével, és rengeteg fotó után lett ez a plakett, amit a jogörökös is jóval hagyott, hogy hogy néz ki a plakett. A díjnak az a lényege, hogy huzamos idei magas színvonalon alkotó személy kapja, aki művészi munkájában és emberi magatartásában méltó rá, nem tagja semmilyen szélsőséges csoportnak. Ezt azért találtam fontosnak, hogy benne legyen, mert a rendszerváltás után elszaporodtak olyan írói, művészi, egyéb nézetek, akik a pillanatnyi kiragyogásért, ott, hogy talán az ő emlékét fenntartó díjat olyan kapja meg, aki hasonló módon becsülettel éli az életét a társadalomba is. Író, költő, előadó művész, szervező, rendező, szerkesztő, kiadó és minden olyan irodalommal foglalkozó személy megkaphatja, aki mások szakmai fejlődését, bemutatását, sikerét támogatja. Ez 2014. április végén kötetett ez a szerződés a jogörökössel. Eddigi díjazottak, az első díjazott, hisz Edith maga is a kultúra lovagja volt, az első díjazott Németh Sándor vers és prózamondó volt 2000-es évek elején, ő sajnos már nincs közöttünk, rengeteg ember. Aki esetleg nem is. Alkotásait ő adta elő, és bizony nagyon sokat számított a hangja, ami még gyengébbnél is, hogy ezt néz ki. A második egy páros, Kamarás Klára, aki Letenyi mai is él, íróköltő, és Kaskutyi István, aki a kaláka.com internetes irodalmi periódika volt, kora és egészségi állapot, amiért ezt a múlt évben befejezte, még a Foszlányai olvashatók az interneten. A negyedik Larasztó Antal orosházi íróköltő, ott helybe adtuk át a díjat, tehát Letenyire is elmentünk, és Orosházára is. Ő ott egy helyi kuriózum, helyi történész is. Egy fia él itt Budapesten, és érdekes módon abban a lakásban lakik, ahol az MRS lakott a Szabó Magda Ajtó című művében. Tehát ez a véletlen összeállás, és ő is rengeteg helyi történeti dolgot ír. Az 5-ös, 6-os számú díjakat Keceli Gabriel a költő, fotóművész, versmondó előadó és Kemény János költő, fotó, kézművész, versmondó előadó kapták, mindketten Editet ismerték, és a 7. Karafa Gyula író költő, aki Magyarországon lakik, a Börzsönyi Helikon az ő tulajdonos tulajdona, kicsit helytörténeti alap, de nagyon hosszú ideje szerkesztés vezeti. A múlt évben Bódó Csiba Gizella Budapesten élő íróköltő és Kőszabó Imre Vácon élő íróköltő kapta, mindkettően 70 év fölöttiek. Edith a halála előtt, bár sokan meg akarták látogatni, azt gondolta, hogy ő már nem enged a halál közelébe embereket, lévén, hogy azért egy nagyon szép nőnek sokat jelentett az is, hogy mit rombolt rajta a betegség és az idő. Egyszer Mándi Gáborral látogattuk meg, és akkor egy presszúban már kidobtak minket, annyira jól éreztük ott egy magunkat hárman, de Keceli Gabit és engem engedett oda körülbelül 2-3 nappal otthonában, mielőtt kórházba került, és szó szerint egymásra hagyott minket. Megkérem, Gabi, olvasd fel, amit Editre írtál. Varázslatos ember volt.
A Művészetbarátok Egyesületében ismertem meg, és párhuzamosan az Akioszban. Először, mint szimpatikus embert, aztán ez nem sokkal később kiszélesedett művészetére is, amit mindig nagyra becsültem. Általa csatlakoztam az Akioszba, az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetségével. Edith nem csak tehetséges, hanem szerény ember is volt. De fájt neki, hogy pénz és megfelelő kapcsolatok hiánya miatt méltánytalanul kevés műve jelenhetett meg kötet formájában, miközben mások ontották a jó vagy kevésbé jó kiadványokat. Egyetlen jelentős kötetének a megjelenése az Adrianus kiadónak, azaz Nick Ferencnek, a Magyar Kultúra Lovagrend megalapítójának köszönhető. Öröm számomra, hogy én is hozzájárultam a kötet megszületéséhez azzal, hogy betördeltem Edith gyönyörű verseit. A kötet címe Hallgass Anakreonra. Az én kedvenc versem tőle a Mindent akarok, és a Marokszedő című verse, amit betegsége miatt ő már nem tudott előadni. Nagyon sokszor mondtam el plénum előtt a kérésére, és később a sikertől felbátorodva magamtól is. Az ő ötlete volt, hogy előadó esteket csináljunk a saját és költőtársaink verseiből. Ezért megalakult a négyet, le is rajzoltam ezt a négy embert, Németh Sándor, Edith, Jani, meg én, ez volt a négyek. Ezt a hagyományt halála után is megőriztük. Azóta a négyek már 14-ekké alakult, sőt ezekre az alkalmakra létrehoztuk a Költőtól Társaságot. Minden évben legalább egyszer a Köszi, Kőbányai Szabadidő Központ ad helyet a nemes hagyománynak. Edittel elvállaltuk az Akiosz központi lapjának, a Kristálynak a szerkesztését is. Ketten szinte szimbiózisban csináltuk a lapot, nem voltak kifejezetten elhatárolt reszortok. Nagyon jó volt vele dolgozni, intelligens, okos, művelt, jó humorú nő volt. Minden problémát sikerült pillanatok alatt áthidalni, pedig nem volt egyszerű feladat. Köszönöm, Gabi! A saját szavaimmal hozzájárulhatok még el, hiszen én is személyes ismerőse voltam Edithnek. Én, ha jól emlékszem, hát jól emlékszem, 2003-ban ismerkedtem meg vele egy botrányos kiállításomon, ahol ő mellé állt, és azért egy szép verset is írtam neki, amit az előbbiekben elolvastam, azt most nem hoztam, a korábbi diátadókon szoktam olvasni, amit én írtam. Nem tudom felül, de most ez hogy legyen az ő napja, meg majd a jelenlegi díjazottaké, és hogy az én személyes kapcsolatom vele milyen volt ezen felül, hát mint Gabi is elmondta, itt ebben a négyek bandájában, hát nem a kínai négyek bandáját kellett alattunk érteni, hanem ez egy ilyen művészi társulát, egy bandéri, kis bandérium volt. Nagyon jól tudtunk együttműködni, Edith szakmailag is mások verseit is, meg a sajátjainkat is kielemezve, ahogy Babics Jenőnéről még nem mondta Judit Cserel, talán sokan nem tudják, hogy ő Edith lánya, és ő biztosított sokáig helyszínt a négyek bandájának, tulajdonképpen ő volt az ötödik, de hát a három testőr is négyen volt, úgyhogy Edith volt nekünk az ötödik tagunk, és ott komoly művészi munkát folytattunk, próbákat, előkészületeket az előadásokra, és ez valószínű folytatódott is volna, csak hát 2007-ben bekövetkezett halálra, ezt megakadályozta, elnézést, hogy ennyit megadottam, és bennem is nem csak mély fájdalmat, hanem nagy hiány hagy azóta is az ő elvesztése. Edith Babics Jenőné, így él az édesanyjáról. Szegény polgári családba született, de több nemzetből való nemesi paraszti ősök is színezték egyéniségének palettáját. Sokáig átlagos életet élt. A mindennapok gondja, a létfenntartás kényszere elnyomta a benne tomboló kifejezési vágyat és tehetséget. Az 1990-es évek elején kezdett írni verset, prózát, műfordítást. Ugyanakkor féktelen tudásvágyal képezte magát, verstannal, stilisztikával, mondattannal foglalkozott, görög, latin és középkori klasszikusokat olvasott. Nem csak magyarul, de hollandul is írt verseket, prózát. Edith így ír önmagáról. Most évtizedek sorával a hátam mögött már bevallhatom, nem érzem jól magam abban a korban, melyben megszülettem, és amelyből távozni fogok, ha lejár az órám.
idegen jelenünként érzem magam. Ijeszt a felgyorsult technikai fejlődés minden természetellenesre lejárójával együtt. Az őszinte szókimondás alpáriságá fajult, akik még őrzik a magánszférájukat, álszentnek vannak bélyegezve. Ideálok helyett itt vannak az új sztárok, hősök helyett a gátlástalan akcióhősök. Kötetem a Hallgassanak Reonra tulajdonképpen intés és figyelmeztetés magamnak, éppen mivel oly hajlamos vagyok az old és tragikus látásmódra, a hangulati és szemléletbeli szélsőségekre, az eurofóriára, az elkeseredésre egyaránt, de időnként csapongásaim mellett az egyensúlyra való törekvése is. Remélem, így látják mások is. Baranyi Ferenc pedig úgy látja. Horváth Hojcsi Edit, Hallgass annak Reonra című kötetének előszavát Baranyi Ferenc költő írta. Horváth Hojcsi Edittel többször tartózkodtam egy helyiségben, de egyetlen szót sem váltottam még vele. Azt sem tudom, hogy a Művészet Barátok Egyesületének ilyen-olyan rendezvényein az egybesereglett 40-50 ember közül melyik volt Horváth Hojcsi Edit. Verseit ugyanis kispéldányszámú orgánumokban, félamatőr antológiákban évek óta olvasom már. Azt hiszem, már akkor kiszúrtam magamnak, amikor publikálni kezdett. Ritka az a költő napjainkban, aki emberi fogyasztásra alkalmas verseket ír. Hát hogy ne örülnék neki, ha ilyet találok? Mert amúgy, amint néhány éve megírtam már, mostanság félek a versektől. Agresszívak, nagyképűek, sértőek, fityiszt mutatók. Az volna a dolguk, hogy legemberibb indulataim cinkostársául szegődjenek, s magabiztosabbakká tegyék a humánum mind félszegebb moccanásait a lelkemben. Ehelyett felbőszítenek, vagy megaláznak. Horváth Hojcsi Edit versei segítik az olvasót embernek megmaradni, mert hogy őszinték és szépek. Gyónásszerűen személyes a vallomása még akkor is, amikor egy-egy kultúrélmény hatására ragadt tólat, vagy a magyar történelem nagyjait idézi meg verseiben. Hangsúlyozom, szép verseiben. Oly ritka manapság a szép vers, amelyik gyönyörködtet is, nem csupán elgondolkodtat vagy felkavar. Horváth Hojcsi Edittet azért is szeretem, mert van bátorsága divatja múlt lenni. Megtisztelés számomra, hogy előszót írhatok új verses kötetéhez. Akár megismerkedünk személyesen, akár nem, én hűséges olvasója leszek mindig. Nem rang, nem is kiváltság. Költő vagyok. Hogyha kimondom, csak pironkodva, s nagyon halkan. Pedig nem rang, s nem is kiváltság egy névtelen, szerény királyság polgára lennem. Ez a sorsom, s néha kétrét görnyedve hordom, mint púpot inkább, mint takarni kell, s viselni mégis. Meg nem érdemelt kitüntetésként, merre tűzve hordják aranyfüsttel beszórva mások, s hiszik, hercegek, óriások, a címet költő. Kortünete korság, rettegve olykor s meglepődve érzem, e kényszerű cselekvés néha átok, de írok, s hogyha megbocsájtok magamnak, érte ér a szégyen. Ám sorsom ez, mi végzettét dagadva, majd nem hagy élni, halni sem. Miért van, hogy mégis nappal s éjfelen, szorongást, aggályt, félelmet tagadva elfog valami végtelen derű, vagy elragadtatás, mi gyönyörű sejemként von be minden rosszat, s mint ahogy gyöngyöt sír a kagyló, úgy írom hosszát versoroknak, s megkönnyebbülve szólok végül. Ez jó. Köszönöm nektek. És most nagyon tisztelettel megkérem Babits Jenőné Editet és Nick Ferencet, akik aláírták az oklevelet, hogy segítsenek nekem átadni a díjazottaknak. A két kiválasztottba annyira hasonlóság, hogy mindkettőről is prózás, az egyik költő is. Viszont a prózáik nagyon letisztultak, rendkívül tömörek,
És mindkettőnél jellemző, hogy mindig van benne egy fanyar humor, vagy valamilyen különleges, furcsa csavar, különleges kibontással történetnek. Kérlek szépen! Én arra kérem akkor most, hogy Lég Ferencet, hogy legyen szíves adja át Mester Györgyinek a Horváth Bocsi Edit irodalmi művészeti díjat. János. Partnerünk együtt emlékezett az ápolásában, és további művészi alkotásában. Kérem szépen Dedik János, és megkérem Babics ilyen művész, Horváth Bocsi Edit rövölök összén, hogy adja át Dedik Jánosnak az idei Horváth Bocsi Edit díjat. Esetleg könyvei és uhajtana venni itt található. Györgyinél nem volt most otthon könyv, tehát nem hozott. Hogy János maradjon, és akkor kezdjen egy bemutatkozást a írói, költői mi voltáról, és utána hangozzanak el azok az írások, amiket kiválasztott, vagy ő mondja el, vagy János mondja el, meg Gabi. Attól függ, hogy beszélnék már. Utána pedig Mester Györgyi fog következni. Filóztam rajta, hogy hogy legyen, hogy ugye férfi nő kikezd ki, nem, és úgy döntöttem, kölcsön az ABC-re. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, akik mai estén eljöttek ide. Nevem Dedik János, nem tudom, hogy valaki nem ismer, de azt hiszem legtöbben már ismernek. 1935-ben születtem Budapesten. A II. Világháborút átéltem a hadkerületi Szív utcának egyik pincéjében. Iskoláimat Budapesten végeztem. 1956-ban katona voltam, szintén itt a fővárosban. 1966-tól 3 éven át a magyar-mongol földtani expedíció tagjaként Mongóliába dolgoztam. Ott születtek első írásai, és itt mindjárt két verset hagy mondjak el belőlük. Hiány. Hazámtól, hogy távol jártam, mint déli sarktól a gólya, és úgy visszavágytam egykoron, mint Kolumbusz hajója. Most itt élek a távoli földön, melyet lassan megszokom, postát ritkán kapok, de a hírt úgyis megtudom. 3 év hosszú idő, 30 éves korban, mikor az ember a családot igencsak megszokta. Itt a kenyér is savanyú, nem úgy, mint otthon, hiányzik a hazai íz, akár a halnak az éltető víz. Itt puszta, igazán a puszta, nem úgy, mint felénk, ahol Petőfi mondta. Hiányzik az erdő, hiányzik a rét, nem pótolja semmi, hiába is nézek szét. Következő versen szintén ott Mongóliában írtam, 1966-67-ben. A címe Vihar. Csend, csend. Nyomasztó meleg levegő szorít lefelé az alacsonyan úszó fekete bozontos külsejű felhő. Csend van. Vihar előtti félelmetes nagy csend. A préri hallgat, csak a madarak cikáznak ide-soda mededéket keresve, hová is bújjanak. A pusztaság ilyenkor olyan rideg, komor, mint tárgyalóterem ítélethozatalkor. A gyom nem hajlik, a fűszál is merev, a levegő egyre folytóbb és egyre nehezebb. Így tart ez kínosan hosszú ideig, míg a feldült mérges felhők egyre jobban növelik haragjukat és dühükben egymásnak rontanak. Villámok cikáznak, az ég mennydörög, a szél is elszabadul egy résen át, süvöltve söpör végig a táboron. Jurták meginódnak, de még állják a vihar. Pokoli mennydörgés, ketté szakad egy felhő, a hasadékon elszabadul maga a teremtő.
tűzúz, söpör, csapdos, vagdos, áztat, jurtádon dönt szüntelen. Megrángat egy oszlopot, mely kidől hirtelen. Ott egy sátrat visz várra kapva, amott egy bódét emelget szertelen. Csavar, teker, hajlik, lögdös, mindent megpróbál, sajannak, aki vele szembeszáll. Aztán egy újabb villámcsapás, forgószér, tekerek, pusztulatából hiába mentik az emberek. De nicsak, oszlik a vihar, az eső még jobban megered, lassan csendesség lesz, a felhők megbékélnek, és újra dolgoznak az emberek. Köszönöm szépen! Köszönöm. És most engedjék meg, hogy egy kis novellának olvassak fel. A címe Kántor. A kántor álmosan nyújtózott, miközben egy óriási ásítás hagyta el a száját. Majd hirtelen mozdulattal felugrott az ágyából. Te jó Isten, ma vasárnap van, és nekem 9 perc a szentmisén énekelnem és harmóniumon játszanom kell. Hogy elaludtam, állapította meg, majd magára kapva ruháit, a szokásos reggeli kávéjáról is lemondva kerékpárra pattant, és tekert a templomig. Így elaludni, persze nem csoda, hajnalig énekeltem, a cigányok meghúzták a talpalávalót, közben mindig inni kellett valamit, hogy a hangulatom jó legyen hozzá. Még az új feleséggel is táncolnom kellett, hát ez egy igazi vidéki lakzi volt. Biciklit hevenyészve a templom falának támasztotta, ami azonnal el is dőlt. De ez legkevésbé aggasztotta. Kettesével szelte a lépcsőfokakat felfelé a karzatra. Lerogyott a harmónium előtti kis hoketére. Hála neked, jó Istenem, hogy a plébános sokat szeret prédikálni. Szerencsémre még mindig beszél. A pap monoton beszéde, a néma csend mind arra késztette, hogy szemeit becsukva pihentesse, miután rádölt a harmónium fedelére. Észre sem vette, hogy az asszonykórus felsorakozott a háta mögött, hogy a vasárnapi egyházének még hatásosabb legyen, és kiemelkedjen a derék kántor hangja. Te Böze, nézd már, elaludt a kántor! Á, dehogy, biztos csak imádkozik! Furcsa egy ima lehet az, te Terka, milyen imád? Ilyen imát még nem hallottam, amit úgy kell elmondani, hogy közben horkantani kell és fújtatni hozzá. Ez tényleg alszik. A plébános befejezte a vasárnapi szentige elmondását és a megmagyarázását. És most kellett volna felcsendülni a vasárnapi éneknek. A kórus várta a harmónium első ütemét. De helyette csak a kántor horkolása hallatszott a kiválóan akusztikus templomban. A plébános hal kopogtatással jelezte a kántornak a kezdést, de ennek nem volt érzékelhető jele. Erre a plébános arcát elöntötte a méreg, és türelmét veszte, hatalmas hangján a kántor felé irányította. Erre a kántor felkapta a fejét, és igen erősen belevágott a harmóniumba. Torkából kiáramló teljes hangerővel énekelni kezdte. Akászos út, ha végig megyek rajtad én, eszembe jut egy régi szép emlék. Nyár este, Terka, lögd már meg a kántort, térjen észre. Hagyd Böze, hagyd menjen végig az akászos úton. Na jól van, menjen csak, hagyom én. Egy pár másodperc után nevetni kezdtek a hívők, majd együtt folytatták az éneklést. A plébános elkomolyodott, arca lassan felengedett, lassan felemelkedett, a hívők nevetése mosolyra készítette, az egész templom énekelt. A plébános lejött a szószékről, és a kántor felé igyekezett. Kántor, mintha megérezte volna a veszélyt, megállt egy pillanatra, majd szép halkan énekelni kezdte. Alleluja, alleluja, üdvözlégy te is, te szent manna! Ennél többet kiadna, alleluja, alleluja. A plébános mit tehetett, a hívőkkel együtt énekelt. Mintha semmi se történt volna, csak a szentmise befejezése után a sekrestyében volt egy pár keresetlen szava, az eltévedett plébános. Rendszerességgel jelenek meg, valamint az Efreskert online oldalain szerepelnek
szerepelek írásaimban. Idáig 9 kötetet készült el, a 10-nek a kézirata még a táskámban van, lassan nyomdába fog kerülni. Karácsonyra talán meg lesz. Írások javarésze vers, elbeszélés, novella. Témáim humoros, szórakoztató írások. Ezekből az írásokból egy verset, valamint egy rövid novellát olvasnák fel. És akkor még egy verset elmondok, és akkor megkérem majd utána Jánost és Gabikát, hogy ők folytassák. Mit szeretnék? Mit szeretnék? Hát mit is? A pár sorban csak ennyit. Szeretném, ha a szülő szeretné a gyermekét, a gyermek meg az övéit, a nagyszülők az unokákat, testvér szeretné a testvérét. A család szeretné egymást, a rokon meg a rokonát, a szomszéd szeretné a szomszédját, és elnézni a gyerekek zsivaját. A házlakok egymást, a házfelügyelő a lakókat, az egyik ház tisztelni a másikat, sajnos a lakótelep egymásra mutogat. Kerület a kerületet, vidék az emeletet, a város a falut, a tanya a megyét. A munkás a földművest, a nagykereskedő az üzletest, az akadémikus a metróvezetőt, utas az ellenőrt, a vámos az autóst, a bankár a szegényt, pártok a népet, mert az ember a lényeg. Az ország szeresse a honatjákat, míg ők a népért reklamálnak. Szeretném, ha a szomszédország szeretne, hogy ne legyen vita, csak kevéske. Szeretném, ha észak szeretné a délt, kelet a nyugatot, Európa Afrikát, Ázsia pedig Amerikát. Szeretném, ha a föld szeretné a holdat, a csillagok a nappalokat, az éjszakák a napot, és az Isten vigyázza a földre nagyon. Köszönöm szépen! Pár szót akkor én még szólnék, mert itt van nálam az a bizonyos kötet, amiről már szó esett. Edithének egyetlen megjelent kötete a Hallgass a napra mondok. Ez így néz ki, ezt most megmutatom, mert nekem is nagy bebe van, mert múltkor úgy tűnt, hogy eltűnt, de végül már akkor szerencsére időben még megkerült. Most már nem adom senkinek a kezemből ki, csak megmutatom, hogy ez volt az a könyv, és hogy mennyire büszke lehet a Gabi is, meg én is rá, hogy akkor még Edithkével hát friss volt az ismerettségünk, és sajnos, mint mondtam, nem is nyúlt hosszúra. Tehát körülbelül egy éve ismertük egymást, vagy még annyi, amikor Feri, Nick Ferenc által és Edithke által az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a könyvemutatón Monoron szintén mi olvashattunk fel belőle műveket Németh Sándorral, és méghozzá nagy sikerrel, amivel hát nem a saját sikerünket kellett ott tulajdonképpen erősíteni, hanem Edithkének sikerült híven felolvasni a verseit, arra vagyunk büszkék. Akkor most visszatérünk a díjazottakra, azaz pontosabban Dedik Jánosra. Igen. És azt hiszem, hogy ebből a könyvből mondunk most novellákat, ugye? Abból ja. Is, igen. Meg az 50-es villamosból is. Jó, az 50-es villamos történet. Azt is megmutatjuk akkor. Igen. Dedik Jánosnak tulajdonképpen vannak kávéházi írók meg költők. Dedik Jánosnak az 50-es villamos a munkahelye, ott szerzi, gyűjti az élményeit. És mivel most már ugyanabban a kerületben lakom én is, tulajdonképpen sokszor össze is futunk, és mindig körülnézek, hogy nincs-e ott, nem szemlélődik-e, hogy valami kápgépésnek higgyék, vagy na, védelmére kelljen kell, nem, hogy itt esetleg valami jelentéseket ír, mert az élményeit gyűjti, és akkor többször össze is futunk, és akkor derülünk, hogy na éppen mi történt. Köszönöm. Itt a könyv tehát még egyszer, rajta az 50-es villamos, kinek is a festménye, mert olyan életű ez, és realisztikus ez a festmény, hogy én fotós és fotónak néztem. Aki itt ön ülő, ja, igen, persze. Szerényen hát, igen. Ildiké, álljál fel, légy szívesen. Te festetted ezt. Igen. Képet megvan nagyban. És mindig azt hiszem, hogy fénykép, hogy ebből van. Na és akkor én kezdeném a Gyertyapanasz című novellával. A molettosan robosztus gyertya ott porosodott egy ritkán használt könyvespolc legfelső sorának utolsó tagjaként.
Állt türelmesen. Évek óta a régi könyvek kitámasztása volt egyetlen feladata. Még soha életében nem fénylett, pedig ez lett volna a hivatása. Erre a célra készítették. Csak hát a kövérsége miatt inkább támaszként szolgált. Még ifjú korában, nagy reményekkel feltöltődve, várta az ajándékbolt vitrinében, vajon a sorsa hova fogja sodorni. Nagyon bizakodó volt, teli lelkesedéssel, boldogsággal, égni vágyással. Gyertyatársainak talán jobban sikerült az életük, vagy még így se? Kérdéses. Mindig arról álmodott, hogy legalább évente egyszer egy igazi karácsonyfán fényeskedjen. Csodálják sárgás, büszke fényét, felnőttek és gyerekek egyaránt. De ha ez nem sikerülne, legalább egy ünnepi vacsoránál éghessen, esetleg egy aranylakodalom világító dísze is legyen. Nem, neki a sors a kövérséget adta, még ki is faragták az oldalát, valami blőd motívummal, amit igazán nem is értett. De hála az elmúlt kornak, ennek a divatnak már vége. És ő maradt szomorúan, de reménykedve, hát ha felfedezik, és örömet hozhat még valakinek. Néha úgy megnézi, azután még beljebb tolják a megsárgult könyvek közé. Ilyenkor csak álmodik egy szép ezüst gyertyatartóról, mely kellemesen befogadná ő egyenes tartással, de szerény lánggal hálálná meg a figyelmességet. De nem így, hogy nagy ünnepek táján esetleg egy portörlésre érdemesítenék. Lehettem volna a templomi gyertya egy hatalmas oltár közepén, esetleg egy esküvői torta elfújható fénye. Világíthattam volna egy sötét pincében, temetőben mécsesként, egy szomorú fejfa előtt. Pedig milyen szépen díszeleghetnék egy loknis kislány születésnapi tortáján, várva, hogy felcsendüljön a közismert dallam Happy Birthday to you! És az öröm kacajával egybevegyült erőlködése, hogy egy szuszra kialudja, Istenem, mély boldogság lett volna. Egy borospince jelzőgyertyájaként tengethetném életem, de vállaltam volna egy villanymentes övezet megvilágítását, egy vidéki kocsma kecskelábú asztalán pislákolhatnék, vagy egy ünnepi körmenet baldahínja alatt lépegető püspök kísérőjének kezében világítanék. Szívesen lettem volna egy nosztalgiázni vágyó pár asztali fénye, egy magasban függő csillár, füstölgő kékje, vagy éppen egy fényesre szidolozott falikar villogó tüze, melyet egy égő bottal keltenek életre. Egy húzatos kolostor, el-el alvó lángja, meghitt hálószoba bizalmas gyertyája, beteljesült szerelmek ártatlan tanúja, esetleg leselkedő szobalányok, remegő kezű cinkosa. Istenem, még mennyi minden lehettem volna. Most pedig szégyenkezve lapulok, elfeledve és remegve várom likvidálásom egyszerű momentumát. Szégyellem fény nélküli életem, és azt, hogy a szomorú valóság lett a végzetem. Tejszín. Az egész baj ott kezdődött, hogy nagyon szeretem a tejszínes gyümölcslevest. Elhatároztam, hogy holnap a kedvenc levesemet főzöm. Jó, hogy most bevásárlás közben eszembe jutott a tejszín. Ki is néztem egy nagyobb dobozkával. Ó, ennek még sokájára a szavatossága eláll a hűtőben. A pénztártól távozás után a CBA szatyorba pakoltam. Tetejére akartam tenni a tejszínes dobozkámat, nehogy valami baja essék. Akárhogy is rendeztem a tejszínnek, már nem jutott hely. A váltáskába tettem, itt jó helye lesz jelszóval, felszálltam az 50-es villamosra. Egy négyes ülés egyik helye pont rám várt. Gyorsan elfoglaltam a szabad helyet, táskámat az ölembe véve.
Nem mondom, hogy a fent nevezett villamos simán gurult, akkorákat zökkent, hogy a táskámat erősen kellett szorítanom, hogy az ölemben maradjon. Egy pár megállót elhagyva arra lettem figyelmes, hogy az ölem irányából nedvességet érzek. Ez mi a csoda lehet? Nem mertem tapogatózni, lenézni még kevésbé nem. Arra gondoltam, hogy a táskám alja valamitől nedves lett, de nem tulajdonítottam jelentőséget neki. Arra gondoltam, hogy a hideg tejszínes dobozt érzem a táskámon keresztül. Majd az volt a gyanús, hogy utastársaim mind egy irányba néznek. Ha mindenki ide néz, hát én kivétel leszek, és azért sem nézek a táskámra. De a hölgyek csak néztek és mosolyogtak. A kezem meg egyre nyírkosabb lett, most már csak lenézek, muszáj, mi olyan nevetséges lehet a táskámon, vagy az ölemen. Az egyik utas, nő természetesen, oda mutogat, ahova én nem mertem nézni. Egyre jobban nevet. Mi a csoda lehet ilyen nevetséges, de most már a másik két nő is nevetett. A bal kezemet óvatosan a táska és az ölem közé csúsztattam, de igen gyorsan ki is húztam, mert most már ragacsos folyadékot éreztem. Nagyon buta képet vághattam, mikor lenézve azt látom, hogy egy fehér folyadék szivárog ki a táskám alól. Nem mertem megmozdulni, csak szemlesütve vártam, hogy leszállhassak, vagy legalább az utastársak szállnának le. A következő megállóban nem szállt senki. Csak továbbra is mosolyogtak, mosolyogtárgya voltam. Közben többen is felszálltak, és ahogy a kocsi belseje felé mentek üléshelyet keresve, egyesek észrevették a most már nevető utasokat. A csodába is. Mi ezen olyan nevetséges? Kicsit előbbre hajoltam, de a táskámtól nem láttam semmit. A szemközti ülésen levő hölgy látva, hogy én nem látok semmit, ujjával a lábam közére mutatva jelezte, nézzek már oda. Te jó szagú Mari néni. Majd elájultam a szégyentől. A sliccem irányából vékony csíkban folyt nadrágomon végig a tejszín. A nadrágról a cipőmre, a cipőmről pedig a földre csurgott a drága tejszín. Most aztán teljes zavaromban nem tudtam, mit is csináljak. És nem tudtam nevetni, csak valami fanyar ábrázattal próbáltam zsebkendőt keresni a zsebemben, de minél jobban megemeltem a táskámat, hogy a zsebemhez férjek, annál jobban folyt a tejszín. A megállóhoz közeledve felkaptam a csöpögő táskámat és leszálltam, de az ajtóban még egy felszárnyakaró nénike is észrevette a fehér folyadékot és rám fölmet. Lukas a táskája! Miért nem vigyáz? Ezzel felszállt a fehér csík nyomvonalán. Mire sietve hazaértem, a tejszínes doboz már üres volt. Saci. Egy csinosnak mondható fiatal hölgy egy irodaház személyzeti osztályára igyekezett. Olvasta egy reklámújságban, hogy belső ellenőröket keresnek. Sára, azaz Saci becenevén gondolt egy merészet, és a személyzeti osztály felé szaporázta lépteit. Útközben arra gondolt, hogy itt talán szerencséje lesz, mindig jobb, mint munka nélkül keringeni a városban. Közveszélyes munka kerülésért már egyszer meg is bírságolták évekkel ezelőtt. De mindennek a neve az oka. Ha nem ilyen nevet örökölt volna a szüleitől, biztos jobbra fordul az élete. Már gyerekkorában is sok kellemetlensége volt a neve miatt, agyon szekírozták, csúfolták. Hiába panaszkodott a kedves apának, mindig az volt a válasz, majd megszokott, ne is törődj vele. Arra is gondolt, hogy férjhez megy, na de az oltárnál úgyis a lánykori nevén szólítanák, de még a polgármesteri hivatalban is. A probléma már az a portás fülkénél kezdődött. Hova akar menni? Hogy hívják? Én kérem, hogy hívják? Azt kérdeztem. Sacinak remegni kezdett a hangja, de még remegve sem akarta elhagyni a száját. Na mondja, vagy nem mondja? Nekem kell kitöltenem a kísérő céduláját. Na, mi van? Megkukult? Munkaügyben a személy... Először is a neve érdekel. Mi az magaddal a dolg?
és ide akar jönni dolgozni. Sumák sap! A nevét kérdeztem, micsoda emberek vannak, és ilyenek akarnak nálunk dolgozni. Mi az a sumák? Én rendesen kérdeztem a nevét, maga meg itt sumákol nekem. Hát ráérek én magával trécselni itt, mikor rengeteg a dolgom? Én kérem, nem dadogok, én a nevemet mondtam. Írja csak Sumák Sarolta, vagy Sári, vagy Saci, ahogy akarja, az vagyok. És ide akarok jönni dolgozni. Ilyet sem hallottam még. Jól van, felírtam. Vigye ezt magával, és visszafelé adja le nekem aláíratva, és ne sumákoljon nekem. Ezt a mondatot már nem tudta kihagyni a portás. Lassan a telefon után nyúlt. Halló, személyzeti? Itt a porta beszél. Megjött a sumák. Ki jött meg? Nem vagyok vicces kedvemben. Ez a portás része. Úgy nevet, mint akinek elment otthonról az agya. Kérem, most ment fel magukhoz egy sumák. Mondta még mindig nevetve. Kicsoda? Nem értettem jól. Ne nevessen, mi baja van? Mondom, hogy sumák kisasszony. Milyen kisasszony? Nem értem. Ide akar jönni dolgozni Sumák Sára. Érti már? Na végre, mit nem lehet ezen érteni? Saci ezek után egy kicsit ingerülten lép be a személyzeti főnök elé. Maga az? Saci végignéz magán. Én úgy látom, de honnan tudja? Üljön le, miben segíthetek? Kérem szépen, én itt szeretnék dolgozni. Olvastam, hogy belső ellenőrt keresnek, ezért tudtam. Maga a... Saci egy kicsit gondolkodott, aztán hirtelen rávágta. Igen, én vagyok a Sumák Sára. Egy kis megkönnyebbülést érzett, hogy végre kimondhatta nevét. De kérem, adja ide a kapucéduláját. Ez tényleg sumák, erre nem gondoltam. Üljön le! Saci leült, lábait keresztbe tette, és kíváncsi tekintettel várt. Percek teltek el, mire a személyzet is megszólalt. Valóban egy munkatársra van szükségünk, Sacira nézett, fürkészte tekintetét, aztán egy hosszabb szünet után a fiókból kivett egy nyomtatvány kupacot. Kisasszony kérem, ezt töltse ki otthon, majd adja fel postán a címünkre. Hogy ne kérem, hogy rajtam röhögjön az egész épület? Azt mondják majd, hogy jön a sumák ellenőr. Szalati Saci száján az epés megjegyzés. Saci nézte a nyomtatványt, majd nyugodt mozdulattal felállt, ketté tépte a papírokat, az íróasztalra dobta, sarkon fordult, és csípőjét kacérran megrángatva kilibegett az ajtón. Megint azt a kellemes feladatot kaptam, hogy egy újabb kellemetlen helyzetet kell, hogy elolvassak. A címe is kellemetlen helyzet. Zárójelben az 50-es villamosan. Alig helyezkedtem el, még a maradék ülőhelyen, és hamar megtelt, bocsánat, alig helyezkedtem el, még a maradék ülőhelyen, a hamar megtelt kocsiban, és már is indult. Örültem, hogy sikerült leülnöm, és nem kell állnom a végállomásig. Két megállóval később egy idős bácsi szállt fel, kezében egy CBR szatyorra. Megkapaszkodott az ülésem támláján, de ahogy a villamos rángatott, ő úgy dűlt hol jobbra, hol balra. Egy ideig néztem az utasokat, hát ha akad egy udvarias valaki, aki átadja a helyét. De az ülők vagy olvastak, vagy a telefonukkal játszottak, egyesek a tekintetüket az ablakra erőltetve kifelé néztek. Mindenki elfordult. Megsajnáltam a bácsikát, látva a helyzetét. Felajánlottam neki az ülőhelyet. Tessék leülni, és lassan emelkedni kezdtem ülőhelyzetemből. Maga hány éves? Szegezte nekem kérdését a bácsi. Erre a meglepetésre nem számítottam, de egy rövidke habozás után rávágtam. Én 80 vagyok. Én meg 74. És mosolyogva húzta a száját, maradjon csak ülve, én vagyok a fiatalabb. Lassan visszacsúsztam az ülésre, de a bácsi imigyen folytatta. Hányszor megy ki éjszaka?
Semmi kétség. Ez nekem szól. Felelni meg muszáj. Körülnéztem. Valóban nekem szól ez a kérdés? Erre az utasok kezdték abba hagyni elfoglaltságaikat, van akinek csak most esett le a tantusz. Egyre többen kuncogva felém néztek. Nem gondolom, hogy erre ennyien kíváncsiak lennének. Most már muszáj voltam felelni, ezt az utasok többsége is elvárta. Én kétszer-háromszor, attól függ, mennyit iszom este. Az nagyon jó, képzeljed, nekem 5-6-szor is ki kell mennem. Már a feleségem is lázadozik, hogy mindig zavarom, de mit tehetek mást? Már jártam a Kékgolyó utcai onkológián is, de minden negatív. Még a prostatám se sokkal nagyobb, egy diónyinál. Egyre kényelmetlenül éreztem magam, de a bácsi folytatta. A maga prostatája mekkora? Biztos megvizsgálták már. Most mit mondjak? Most még nagyobb zavarba hozott a bácsika. Miért kell az egész kocsinak tudnia, hogy az én prostatám mekkora? Mit tegyek? Mondjam vagy nem mondjam? Már úgyis mindegy, ránk figyel mindenki, lassan minden utas fogja már ismerni testem anatómiai részeit. Nekem megfelelő, válaszoltam szemlesütve. Egyébre azt mondta az urológusom, hogy nem vészes, ettől nyugodtan egyszer-kétszer is elég kimennie. Már többen nevetni kezdtek ki körülöttünk, te jó Isten, ez a bácsi sosem száll le rólam. Mondja, a maga PSI-ja mennyi? Sok, mondom én. Mennyi az a sok? Hát közel van a 100-hoz. Érdekes, nekem sokkal kevesebb, és mégis ilyen gyakran járok pisilni. Most már az egész pocsi rajtunk nevetett, az én vérnyomásom már valószínű a fellegekben járt. Már nem mertem felnézni, hiszen az egész pocsi tisztában van az urológiai problémámmal. De a bácsi csak folytatta. Milyen gyógyszert szed? Daumildot? Daumildot, feleltem kurtán. Azt nem ismerem, és mennyit szed? Napi egyet. Azt is csak este, válaszoltam. Én sokkal többet szedek, kontrázott rá a kis öreg. Na most már ezt is tudja az egész kocsi. Nagyon szívesen ajánlok magának egy kiváló orvost az onkológiai intézetben, ahhoz bátran, bizalommal mehet, nekem is úgy ajánlották. Csak már a végállomáson lennénk. Köszönöm, bácsika, nekem is van orvosom. Van Isten. A következő megállóban leszállt a bácsi. Egy darabig még rám néztek az utasok, aztán lassan újra a fülükbe kerültek a telefonok zsinórjai, rádióztak tovább, az idősek kinéztek az ablakon. Én arra gondoltam, de kár volt sietni, ráértem volna a következő villamosra felszállni. Köszönöm szépen!